Ez a Kanizsa TV híradója, köszöntöm Önöket, először nézzük főbb híreinket röviden. Főhajtás, a Hősök napján megemlékezést tartottak a Kiskanizsai Millenniumi Emlékparkban, a Nagykanizsai köztemetőben pedig a Honsz helyi klubja gyújtott gyertyát. Mulatság, a városi gyermeknapi rendezvényen programok sokasága várta a családokat. Szemle, hajómodellező Európa-bajnokságot rendeznek nyáron a csónakázótónál. Ne feledd a tért, ahol elestek ők, a földet se feledd, bárhol hultak el ők, fajtánk hű férfiai. Az a föld szent ügy, hős helye lett. A Hősök napjának városi rendezvényét a Kiskanizsai Millenniumi Emlékparkban tartották vasárnap délután. A mai napon, a Hősök vasárnapján azért gyűltünk össze, hogy mi is szívünkbe zárjuk halott hőseink emlékét, hogy fejet hajtsunk azok előtt, akik a legdrágábbat, életüket áldozták magyarságukért, hangzott el az ünnepség kezdetén. Hőseink emlékét nem lehet eladni, nem lehet elvtelenül meghajolni a függetlenségünket, szabadságunkat csorbítani akaró külső erők előtt. Az óceánnyi magyar vér nem folyhatott hiába az évszázadok alatt, fogalmazott beszédében Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. A magyar múlt arra szólít bennünket, álljunk ellent minden olyan nyomásnak, zsarolásnak, diktátumnak, amely ellentétes Magyarország érdekeivel, amelyik sárba tiporná hőseink emlékét, a jelen nehezen megharcolt eredményeit, és veszélyezteti vagy veszélyeztetheti jövőnket. Szembe kell tehát szállnunk a brüsszeli bürokratákkal, hogy mondjuk ki, Árpád honfoglaló vitézei, Szent László katonái, Muhé és Mohás bátrai, a 48-asok, a két világháború katonái és az 56-os srácok nevében is. Nem engedhetjük meg, hogy ezek a bürokraták antikrisztusa elfoglalja Magyarországot, mert ne tévedjünk, ez a cél. Ezer éves államiságunk lerombolása, önrendelkezési jogunk eltiprása, az egyre erősebb és jól teljesíthető Magyarország gyengítése. Hálát kell adni az Istennek és a hőseinknek, hogy van otthonunk, van hazánk, még beszélhetünk a saját nyelvünkön, mondta a város ünnepségén Erdős László, nyugállományú ezredes. Ezért hiányolom én azokat, akik nem tudnak eljönni és áldozni fél órát. Hősi múltunk, dicsőségünk, magyarságunk áldozatai előtt, akik a legdrágábbat fizettek azért, hogy Magyarország nem maradjon és létezzen. Az örökre eltávozott katonák, elhunyt hőseink a nemzet fiainak lelki üdvéért mondtak imát a történelmi egyházak képviselői az ünnepségen. A rendezvény végén a város vezetői, politikai és civil szervezetek helyezték el koszorúikat a Hősök emlékét őrző Millenniumi Emlékparkban. A Magyar Hősök Emléknapja. A Magyar Köztársaság Országgyűlése a nemzet soha el nem múló hálájának jeléül a ma élő és a jövő nemzedékek okullására, a hősök dicsőségére törvénybe iktatta. Minden esztendő májusának utolsó vasárnapja a Magyar Hősök Emlékünnepe. A hadirokkantak, hadiözvegyek és hadijárvák országos nemzeti szövetségének Nagykanizsai klubja a temetőben lévő Doni emlékműnél rótta le kegyeletét. Koszorúzással, gyertyagyújtással emlékeztek a hősökre, a háborúk áldozataira. Megérkeztek a művészek, megnyílt a 24. Ludwig Nemzetközi Művésztelep Kendlimajorban. Nagykanizsa város vegyeskara állandó közreműködője a művésztelep rendezvényeinek, így az idei alkotótábor megnyitóját is színesítették műsorukkal. A házigazdák majd Tóth Lúcsia, Kisrécse polgármestere után a művésztelep egyik fő támogatója, Wilhelm Gábor is köszöntötte a 12 országból érkezett képzőművészeket. Das ist das 24. Mal, dass wir uns hier treffen. Az idei szimpóziumon összesen 32 képzőművész, festők, szobrászok, keramikusok töltenek el két hetet a festői szépségű Kendlimajorban. Brunello Buttarelli from Italy.
A hagyományokhoz híven az alkotókat egyenként bemutatták az érdeklődő közönségnek, akiket több program vár a következő két hétben. Pénteken az Egri Pince Színház érkezik, tehát ez lesz az első program, az Egri Pince Színház, és este 8 órától itt az udvarban egy kis zenés előadást tartanak, szeretnénk, ha sokan eljönnének. Jó hangulatú lesz, és ingyenes, tehát bárki bejöhet, ingyen megtekintheti ezt a programot, és azt követően szombaton lesz a műgyűjtő napja. Első alkalommal hirdetjük meg ezt, és reméljük, hogy előbb-utóbb sikerül minél több műgyűjtőnek, kortárs gyűjtőnek a figyelmét felkelteni arra, hogy itt egy nagyon nagy nemzetközi társaságból, művészeti társaság alkotásaiból válogathat, vagy azokkal ismerkedhet. A hagyományos nyílt nap sem marad el. Június 5-én vasárnap 10 órától várják az érdeklődőket, a zárókiállítást pedig június 11-én tartják. Zsibongás, a Megyeszai ház környéke kisebb vidámparkká alakult át vasárnap délután. A városi gyermeknap vidám lüktetése messzire hallatszott. Számos program várta a legkisebbeket és a felcseperedő nemzedéket is. Kirakodóvásár, körhinta, vattacukor, bábszínház. A rendezvényre kilátogató családok válogathattak a színes program kínálatból. A gyermeknapon részt vettek a rendvédelmi szervek is. A tűzoltóság, rendőrség szintén megmozgatta, foglalkoztatta a gyerekeket. A délutánra összegyűlt kanizsaiakat a város első embere köszöntötte. Azt szoktam mondani, én is 4 gyermekes apa vagyok, és 3 unokám is van már, hogy minden nap gyermeknap. Minden nap gyermeknap, és tulajdonképpen ez nem is olyan egyszerű, hogy így legyen, szülőként mondom én ezt most, mert sajnos a mai világban, ebben a fölgyorsult világban egyre kevesebbet tudunk a gyermekeinkkel foglalkozni, pedig higgyék el, nagyon fontos az, hogy amennyit csak lehet, együtt legyünk velük. Egyedülálló. Világszerte több ezren vannak, kiállítást azonban csak a magyarok rendeztek. A cukortasak gyűjtőkről van szó. Vasárnap nyílt tárlat a Halis István városi könyvtárban a világ különböző cukortasakjaiból. Vannak olyanok, melyek kifejezetten gyűjtőknek készültek, de olyan is van, amit különböző vendéglátó helyeken adnak a kávé mellé. Kovács István, a Huncut elnöke elmondta, némelyik tasak igazi grafikai alkotás, így nagy öröm ezeket megtalálni és gyűjteménybe illeszteni. A barátkozás, a közös elfoglaltság mellett imás szerepet is betöltenek a cukortasak gyűjtők. Magyar nevezetességekről csinálunk az Egyesület saját pénzéből, az adók 1%-ából, a tagdíjból sorozatokat, amik a világ minden részére elkerülnek, és a magyar katedrálisoktól kezdve az ősi magyar kutyafajtákig, magyar népviseletek, tehát egy csomó olyan dolgot árulunk el Magyarországról, amivel öregbítjük az ország hírnevét. Új polgármestere lett Homok Komáromnak. A független jelölt Singula Ferencnére, az eddigi alpolgármesterre szavaztak a legtöbben a vasárnapi időközi választáson, amire azért volt szükség, mert a korábbi városvezető Bodó Tamás februárban lemondott hivataláról. Az MTI tájékoztatása szerint a választásra jogosult 185 lakosból 114-en járultak az urnákhoz, közülük 68-an szavaztak Singula Ferencnére. Európa elitje Kanizsán. Július 30-ától egy héten át a csónakázó tónál rendezik a motoros hajómodellek Európa-bajnokságát, amelyre 15 ország versenyzői érkeznek. Az előkészületek már megkezdődtek. Újabb állomásán vagyunk annak, hogy Nagy-Kanizsát ne csak az országhatáron belül, hanem az országhatáron kívül is megismerjék. A nyári Európa-bajnokság a csótó fejlesztési tervébe is beleillik. Elkezdtük a csónakázó tavat fejleszteni úgy, hogy a kanizsaiak kívánták, hogy lehetőség szerint minél többen tudjanak itt hasznos perceket, hasznos órákat eltölteni. Az elmúlt években megépült a kerékpáros versenypálya és a pihenőközpont, illetve országosan jegyzett vizesbázis alakult ki, amely helyi fiataloknak teremt sportolási lehetőséget. Az Európa-bajnokságra készülve a város tovább javítja az infrastruktúrát. Nagy stéget most újítjuk fel, valamint a lelátókat is, hiszen vendégek érkeznek, szurkolók érkeznek, nekik is helyet kell biztosítani, tehát ez a munka folyik most itt jelen pillanatban. A rendezési jogot a Kanissa Modellező Sportegyesület nyerte el a versenyzők kívánságára.
több országos versenyt rendeztünk, akkor utána ezek a versenyek kibővültek nemzetközivé, és akkor ők a nemzetközi versenyzők által jutott el a világszövetséghez a versenyeknek a híre, a helynek a híre, és tavaly lengyelországi világbajnokságon kaptunk egy felkérést az EB megrendezésére. A kilátogatók látványos versenyszámokat láthatnak majd a nyár közepén a csótónál. Vereségek. A Nagy Kanizsa és a Kis Kanizsa is kikapott a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság utolsó játéknapján. A Sáskákat a Csács verte meg 3-2-re, az Olajbányász pályán pedig a bajnoki ezüstérmes Csesztreg nyert 1-0-ra. A tabella élén a Hévíz végzett, a Nagy Kanizsa a 6., a Kis Kanizsa a 11. helyen zárt. Délzala további együttesei közül a Szepetnek a 8., a Semjéni háza a 12., a Letenye pedig az utolsó, 14. helyen fejezte be a bajnoki küzdelmeket. Most nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Főhajtás. A Hősök napján megemlékezést tartottak a kiskanizsai Milleniumi Emlékparkban, a Nagykanizsai köztemetőben pedig a Honsz helyi klubja gyújtott gyertyát. Mulatság. A városi gyermeknapi rendezvényen programok sokasága várta a családokat. Szemle. Hajómodellező Európa-bajnokságot rendeznek nyáron a Csónakázótónál. Híradónkat látták, híreinket, műsorainkat megtalálhatják a www.kanizsatv.hu hírportálon és Facebook oldalunkon is. Most kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, nézzenek minket továbbra is. Viszontlátásra!